Sziasztok srácok, én Bála vagyok, és üdvözlök titeket egy újabb Pokémon Revolution Online epizódban, amiben pedig itt láthatjátok a nagyszerű pofámat, facecam-mel jelentkezem nektek, mivel egy múltkori live-ban megszavaztátok, hogy hát mutassam már meg, hogy hogyan játszom, milyen reakciókat vágom, úgyhogy remélem, hogy ez nektek egy kis plusz effektíve, apró dologgal, egy ilyen kis segítséggel szolgál. Ahogyha nem tetszik nektek, akkor nyilván írjátok meg, hogy ez nem fontos a következőkben. Hogyha viszont tetszik nektek, akkor nyugodtan említsétek meg ezt is. Tehát a legutóbbi részben, ami nem egy rész volt, hanem egy live epizód volt, megszereztük a harmadik jelvényünket, ami azt jelenti, hogy most már tudjuk a HM1-et, vagyis a Cutot használni. Be is raktam egy Slave Pokémont, mindjárt mutatom. Szóval van egy Sand Shrunk, aki 11-es szint, és csak azért van a játékban benne, hogy tudja nekünk a Cutot használni, ami azt jelenti, hogy fákat tud levágni. Van egy 29-es Charmeleonunk, egy 25-ös Drowsing, egy 23-as Golbatünk, egy 33-as Pikachu, egy 34-es Onixünk. Egyébként joggal kérdeztétek, hogy miért vannak lecsupálva így az élet erejéig. Azért vannak, mert én csatáztam, elkezdtem venni egy videót, csak aztán rájöttem, hogy ez a kis dolog itt, nem tudom, itt látható-e, ez a mikrofonom, ez bizony így fel volt hagyva, úgyhogy semmit nem halltatok volna abból, amit mondok. Úgyhogy kénytelen vagyok onnan folytatni, ahonnan már ezt az egész dolgot észrevettem. Egyébként körülbelül 4 óra telt el. Annyira nem vészes, de hát most gondoljatok bele, először csinálok ilyen facecam-es dolgot, és már is zavarba jövök. Szörnyű. Borzalom. No, megvagyunk a gyógyítással. Mindenki rendben van egyébként. 23-as gólbetünk van már, gólcink van, látjátok, itt vidáman figyel. Ugye, respekt annak, aki gólbetet nevel és lesz utána krobetje, az azt jelenti, hogy nagyon jó Pokémon idomár, vagy nagyon jó Pokémon nevelő vagy, mivel a Pokémon annyira szeret, hogy átalakul neked krobetti. Van egy Drowsing, akiben nagyon szeretnénk hipnót csinálni, ugye, Psio Pokémon Rocks Forever. Hogyha alkazamot akartok csinálni, akkor játszatok úgy, hogy abrát kaptok-e, aztán kadabráztok. Nekem most ez a hipnó tökéletesen meg fog felelni. Van még egy Charmeleonunk, aki ugyanúgy átváltozásra vágyik, illetve egy Pikachunk, aki ugyanúgy átváltozásra vágyik, már nagyon. A Thunderboltot meg kéne tanulni, és utána bőven mehet a Raichu. Illetve a hatodik slotra, a hatodik helyre szeretnénk egy vízi Pokémont, vagy jég Pokémont választani. Onixot pedig természetesen át fogjuk fémesíteni, amint azt a lehetőségünk adja. Itt van a Diglett kév egyébként, nem tudom ki az, aki ismeri, vagy hallott róla. Ez egy Dark Truita. Ez egy olyan hely, ahol vissza lehet menni, ha jól tudom, a Viridian vagy Vermilion városba? Viridian városba, igen. Nem akarok visszamenni. Ja, és a legjobb dolog, megnyom az egyes gombot, akkor láttok alattam egy Umbreont, ami azt jelenti, hogy támogattam a játékot 5 amerikai dollárra, vagyis van egy ilyen kis hátasom, amivel el tudok söpörni, el tudok suhanni így a fák mellett. Ez végül is arra szolgál, hogy egy kicsit gyorsabban tudjak menni, és egyébként nem ártott volna már ugye egy picit segítenem a fejlesztőknek a munkáját, szóval én úgy gondoltam, hogy valamennyi pénzt szeretnék nekik adni, úgyhogy én most úgy döntöttem, hogy ebből vásárolok egy Umbreon hátast. És itt vagyunk itt jobb oldalt, eljöttem erre. Itt van egy csomó tréner, egy pára már megharcoltam, megküzdöttem, de a fűbe még nem másztam bele, úgyhogy nézzük, hogy miket találunk itt. Elsőnek egy Pidgeot találunk, akit egy Rock Slide-a, Onix már tudja a Rock Slide-ot is, annyira improve volt, annyira fejlett kő-Pokémon lett. Hogy nézzük, mennyi maradt Pidgeotből, hát úgy látom, hogy írmagja sem maradt meg, szerencsétlennek. Természetesen ez a Galamennyországba fog távozni ez a Pidgeot. Nézzük, hogy van-e más itt, megyek itt feljebb is esetleg. Youngster Dion, vagy Dillon kihívott minket. Remélem, hogy csak madár Pokémonjai vannak, és Onixet egy picit tudjuk hízlalni, de nem, Sandshrew, ami annyira nem jó nekünk, mert ugye Ground Move-okat tud, amire mi félig vagyunk érzékenyek, ugyanis Onix, Rock és Ground Pokémon egyszerre. Úgyhogy én úgy nézem, hogy Dragon Breath lesz, amit mi használni fogunk. Így van, és még egy ebből is működni fog. Nagyszerű. Srácok! Perelázett Sandshrew, és nem tudott megmozdulni. Ez most mi? Következő kör? Csak nem figyeltem valószínűleg. Egyébként mindig azon, amikor a live-ban is az volt, hogy amikor próbáltam kommunikálni, akkor éppen valami teljesen rendkívül dolog történt a játékban, és nem tudtam, hogy mi a franc van.
Úgyhogy igyekszem most jobban figyelni, most nincs annyira, tehát nem kell két képernyőt bámolnom természetesen. Ez egy fontos előre, vagy nagy előre lépés a lárva szemben. Még azt akartam elmondani, srácok, hogy nagyon köszönöm a rengeteg biztatást, és nagyon-nagyon nagy motivációt ad, és hogy az is ad nekem, hogy egy csomóan minden nap rám írtok, hogy szia Bálna, mi újság van, mi a helyzet, hogy vagy, mit csinálsz éppen, mi a helyzet veled, teljesen ilyen hétköznapi dolgokkal rám írtok, és nekem ez is marra sokat jelent, mert szeretném tudni, hogy ti mit gondoltok, mit szerettek csinálni. Egy pára már közvetett nekem rajzokat is, egy-két ember lerajzolt egy csomó Pokémon nagyon klassz módon, kaptam egy pár frankó kis pincír rajzot, még volt olyan ember, aki a Bálna logót is lerajzolta, úgyhogy én abszolút tényleg a mosoly az felérszik kb. A fülemig, hogyha lehet így fogalmazni. Én nagyon-nagyon sok motivációt és tényleg inspirációt kapok már most mindenkitől, és nem akarom, hogy ez az egész varázs abban maradjon, úgyhogy kitartom, fogom csinálni a videókat. Ezzel kapcsolatban, aki szeretné tudni, hogy a legutolsó live-on mi történt, egy nagyon fontos dologról döntöttünk, illetve döntöttetek ti, hogy milyen videót csináljak hétvégén. Ez pedig nem lesz más, mint a top 10 Pokémon, aminek szüksége lenne egy evolúcióra, az első és a másik generációból, úgyhogy ezt a videót fogjátok látni hétvégén mindenképpen, ez az egyik videó, amivel készülni fog, van egy másik remek ötletem, de hát nyilván erről majd később tudni fogtok, ezt nem akarom elárulni. Illetve egy másik nagyon fontos dolog, hogy holnap lesz egy live, egy Facebook live, amiben kisorsoljuk Umbreon őfelségét, úgyhogy valakinek ez a gyönyörű kis Pokémon lesz a vendége, illetve hát szobatársa, remélhetőleg jó darabig, ameddig ki nem dobja, vagy ki nem teszi a szűrét. Közben egy 19-es retikét mindig azon gondolkozom, hogy szerintem Pursuitot tudja, Hyperfang, Superfang, nem tudom még mit, szerintem nem lesz bajunk tőle. Próbáljuk meg a Digget. Sucker Punch, nyilván Sucker Punch, de ez nem szállt, mert az normál támadás. Ezért kellett az Onyx srácok a csapatba. Tehát holnap 4-kor fogok jelentkezni nektek Facebookon egy live-val, és kérdezzétek tőlem többen, hogy de YouTube-on nem fogom én ezt közvetíteni. Most gondoljatok bele abba, hogy meghirdettem ezt az egész dolgot. Szerettem volna, hogyha Facebookon, ami egyébként egy olyan hely, ahol én sokkal jobban tudok veletek dumálni. Most gondoljatok bele, hogy YouTube-on hogyan tudok mindenkivel beszélgetni. Kommentekre persze reagálni tudok, de az nem egy mély beszélgetés, abban nem következik egy kommunikáció, egy eszmecsere. Úgyhogy én a Facebookra szerettem volna átvinni egy jó adag embert, aki szeretne részese lenni ennek az egész történetnek, és akar kommunikálni velem, el tudja mondani, hogy mit szeret és mit nem, úgyhogy ezért próbáltam az egész nyereményjátékot oda irányítani, mert számomra egy sokkal hitelesebb kommunikációs forrás veletek együtt. Úgyhogy képzeljétek el, milyen lenne, hogyha YouTube-on menne egy live, Facebookon menne egy live, és mind a kettőre egyszerre próbálnék reagálni, mármint egyszerre próbálnám a két komment rengeteget figyelni, ami nem lenne valószínűleg nagyon jó. Úgyhogy én úgy fogom ezt az egész dolgot művelni, közben szintet léptünk. Oh yeah, 35-ös lett Onyx. Oh yeah, oh yeah. Szóval Facebookon fogom nézni a kommenteket, és hogyha az egész dolognak vége, akkor azt a videót fel fogom tölteni YouTube-ra, és meg tudja az is nézni, aki lemaradt róla. Tehát a két nyertes, ugye aki az Umbreon és a Bulbasaur nyeri, ők látni fogják, vagy tudni fogják mindenképpen, hogy ők nyertek. Elnézést kérek itt az előző közjátékomért. Nem akartam ennyire ennek a 35-ös szintnek, de tényleg olyan boldogsággal tölt el, hogy Onyx működik a játékban. Egyébként nagyon furcsa lépcsőt látok itt, ezt nem tudom, hogy ez minek kell elkönyvelni. Oké, itt van Oaks ADL. Nézzük, hogy meg tudjuk-e tanulni a Flash például tőle, mert ha jól gondolom, akkor itt fogjuk tudni. Nem. 30 Pokémont kell megtanulni, szerintem itt valami más van a kalapban, egészségetekre. Ez a kiárat, jól látom. Gyerekek, itt van Snorlax. Ezen nem fog tudni átjutni. Ez várató volt, mert ugye szükségünk van a Pokéflute-ra.
Hát vissza kell áramolnunk ide bal oldalra. Várjátok, ez egy natu? Beszél hozzám? Nem is vágom. Tehát tudjuk, hogy a térképnek a jobb oldalán, itt most mutatom nektek a térképet, tehát hogyha ide elmegyünk és lefelé akarnánk menni, vagy éppenséggel felfelé, az nem megy, mert itt egy Snorlax elfekszik utat. Tehát itt van ez a Vermilion City, innen lefelé kéne tudnunk valahogy menni. Hát csak nem valószínű, fogunk tudni. De mindjárt kitaláljuk, hogy hogyan tovább. Umbreon-t megint elfelejtettem használni. Teljesen nem alakult még át pótcselekvéssé az, hogy használjam ezt a remek és frankó és fantasztikusan gyors hátasállatot. De természetesen kell, hogy hozzászokjunk. Egy Wild Ratata támad ránk. Mennyire vagy vad? Mutasd meg. Vadulj meg. 35-ös Onyxunk, 23-as gólbetünk. Nagyon nagy különbségek vannak a pokémonjaink között, úgyhogy gólbetet most berántam, középre beficcentem. Tehát erre nem tudunk lefelé menni semmiképp. Ez nyilvánvaló. És egy Spearow. Legvidámabb Pokémon, akit a legjobban szeretek, természetesen így kebemre ölelném az összes Spearow-t. Addig ütném, ameddig lélegzik. Na szóval, nézzük a térképet, ez egy nagyon fontos pillanat a játékban. Ugye Diglett kévet ajánlja fel a játék, ami azt jelenti, hogy mi itt fognánk, itt kötnénk ki, vagy itt. Tehát itt kéne kikötnünk, és akkor itt valószínűleg el tudnánk jutni ide. Csak ugye nem látok semmiféle kiírást. De nem lesz más választásunk, kénytelenek leszünk a Diglett kéven keresztül menni. Ugyanis szerintem lefelé nem, nincs menet, nincs tovább. Így van. Tehát akkor próbáljunk szerencsét, srácok. A játék nem ajánl nekünk több lehetőséget. A Diglett kévről annyit kell tudni, hogy tele van Diglettekkel és Dugtriókkal. Ami nem magzik annyira rosszul most, viszont amikor szembesülünk vele, hogy ezek a Pokémonok milyen gyorsak, mennyire gonoszak és agresszívek, de van egy Golbatünk, aki repked, úgyhogy ground támadásokat nem fogják tudni ellenünk bedobni. Nézzük. Wingetek. Látjátok, miről beszéltem? 4230 XP. Ez körülbelül vattacukrot így ingyen kapod, így hap, így dobálod be a szádba. Csupa öröm és csupa boldogság. Erre felfelé nem tudok menni. Egyébként érdekes, hogy itt van egy híd, aminek én közeljében nem fogok tudni járni. Itt egy Sandshrew, ami 20-as szintű. Egyébként ez a Diglett kéve, ez nagyon el van fusserálva, én nem erre, nem, egyáltalán nem emlékszem erre az egész izére. Kura elosztásra. Itt van Brock. Látjátok. Az eredeti játékokban, ugye a Fire Redben, meg a Yellowban, a Leaf Greenben, Fire Redben, Yellowban nagyon sok minden nem egyértelmű. Tehát nem tudod kikövetkeztetni pontosan, hogy menj tovább. És egy csomóan írjátok nekem azt, hogy Facebookon is, hogy válna itt merre kell tovább menni. Nem mindenhol egyértelmű a játék, és hogyha megnéztek egy guide-ot egyébként neten, akkor sem biztos, hogy tehát egy ilyen útmutatót, akkor sem biztos, hogy meg fogjátok találni a továbbjutási útvonalat. Nézzétek meg, mindig nézzétek meg a térképet, hogy merre jártok. Látjátok, most itt kötöttünk ki, valószínűleg erre akkor itt lefelé megyünk. Nézzük meg, hogy pontosan hol vagyunk itt, amint így van, észbe kapok. Tehát erre lefelé, ahol egyébként tudjátok használni a cut move-ot, az biztosan jó, mert az azt jelenti, hogy előre felé mentek. Itt van egy fa, itt megint a... Ó, tudjuk a headbuttot, nézzük meg, hogy tudjuk-e használni. Szevasz! Éppen veszek fel. És majd, hogyha gondolod, akkor írjál. Na, select a Pokémon that has headbutt. Drowsy. Nézzük meg, hogy történik-e bármi. Ó, Drowsy nem akarja használni. Nem, akkor inkább hagyjuk a francba. Mikre ezt elfogadom, természetesen. Aki barátnak jelöl, azt nagyon szívesen visszajelölöm. No para. BB pacsi. Mit akar elmondani nekem ez az úri ember? Még egyszer megjelen Drowsyt. Ó, ezen túl akarok jutni. Így van. Végül lejutottunk, Jézusom. Már megijedtem, hogy itt fogunk ragadni.
közben átjutottunk egy ilyen kis vityillóba, egy putriba, ahol a 4K-s plazma tévét valaki éppen nem nézi. Menjünk is tovább, egy kis lejjebb. Itt van egy berry fa. Látjátok, jó? Csavarkulcsa Katin, Csáma, John, írd be, hogy magyar. Hát ezt valószínűleg majd meg fogom nézni később. Egyelőre viszont haladjunk a játékkal, srácok, mert úgy látom, hogy sikerült haladnunk. Itt van professzor Oaknak egy tanítvány, és nézzük meg, hogy tudunk-e valamit tőle elszedni. 10 különböző Pokémon elkaptunk-e már? Szerintetek elkaptunk? Természetesen elkaptunk. Csin-csin. Megkaptuk a Flash-t. Ezzel fogunk tudni tovább jutni. Erre kell majd megint egy Slave Pokémon. Ugye a Slave Pokémonok azok a rabszolgák, akik meg tudnak tanulni. Abrát akar cserélni Mr. Mime-ra. Nincsen abránk. Tehát azok a Pokémonok, akik meg tudnak tanulni bizonyos HM-eket. És hogyha egyszerre többet tud megtanulni, az még annál is jobb. Itt most lefelé jövök, és itt egy Scyther! De valószínűleg ez nem fog tudni harcolni, viszont beregisztráltuk. Látjátok, erre nincs tovább az út, de itt van egy fűszál, amit ki tudok csapni a helyéről. Oké, köszi! Meg fogom nézni. Na bocs, srácok. Ezt a kis intermezzót kérlek nézzétek el nekem. Nem tudom pontosan hol vagyunk, de a térképet meg tudom nézni. És azt látom, hogy szerintem most pont az izé előtt vagyunk, a rovaros rész előtt. Ami azt jelenti, hogy ha itt visszamegyünk, akkor nem kell végigmennünk megint a Mount Moon-on, ami egy elég hosszú rész. Tehát vissza szépen slattyogunk arra a részre, ahol biztos emlékeztek, ahol el lehetett menni volna jobbra, de nem tudtam elmenni, mert nem engedte a játék, mert azt mondta, hogy tanuld meg a Flash-t, és csak akkor mehetsz tovább. Úgyhogy kénytelenek vagyunk befogni, beidomítani egy Pokémont. Ó, itt is egy fa. Látjátok? Nem kell túlmenni ezen. De látjátok, ez Pewter City lesz, ami ugyanúgy nem adja. Úgyhogy Diglett-kével visszamegyünk, akkor át tudunk jutni? Nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy ez a legjobb megoldás. Valószínűleg ez a legjobb megoldás. De ez is túl hosszú. Hadd gondoljam végig. Hogyha átmegyünk Pewter City-n, és itt van egy pár tény, és utána Mount Moon-on, akkor fogunk Cerulean City-be érni? Miért nem írja ki ez a térkép, hogy pontosan? De ki írja? Szóval Cerulean City-be, és itt... Nem kell az nekünk. Vissza tudunk oda menni. Haha, tudom már, hogy lesz ez. Megmutatom. Tehát ne menjetek erre felfelé, menjetek vissza. Ha esetleg eljöttetek volna pont addig, amíg én eljöttem. Itt van ez a fa, ezt vágjátok ki. Tudom, hogy körülményes. Ne legyetek lesokkolva, tudom, hogy körülményes. Egy idő után ez tényleg egy... Nem is tudom, nagyon egyszerre fog menni, nagyon gyorsan is. Karikacsapásra. Pokémon egy viszonylag... Nem bonyolult játék, de természetesen vannak benne kitalálós, hát egy kicsit bosszantó feladványok. Például ilyen az útkeresés, nagyon sokszor ugye nem talál az ember, mit kell csinálnia. 4665 XP. És ezért nem éri meg ide bejönni? Mondjátok már meg. Hogy ne érni meg? Szerintem itt kéne döglenem egész nap, és digleteket fogni. Nem megfogni, csak csatázni velük. Egy wingetekkel kitől. Hány wingeteket tud a golbe? Nézzük már meg. 35 darabot. Hány darab? 35 darab. 35x46 ezer XP. Az mennyi XP? Az rengeteg XP. Swiftet akarja megtanulni. A Swift ugye egy normál támadás, amit nagyon sokan szerintem már láttatok. Szóval, mit tud a Swift? Nagyon minimálisat sebez, viszont mindenképpen sebez. Tehát nem lehet eltéríteni, akármilyen baja van a Pokémonnak, mindenképpen tud vele mozogni, mozdulni. És még egy Diglett. Egyébként, amikor nincs egy Flying Pokémon, akkor rüheld a Digletteket, mert ugye borzasztó gyorsak, mindig ők támadnak előbb. De van egy Golbat-ed, nem Zubat-ed, van egy Golbat-ed, akkor igazából vicc az egész, nézzétek meg. Végig söprök az egész barlangon. Megszereztük a HM Flash-t, és itt vagyunk, visszaértünk, onnan a rész indult most. És ha jól gondolom, akkor be kell raknunk egy olyan Pokémont, aki meg tudja tanulni a Flash-t. És menjünk már, hogyha már itt vagyunk, vegyünk már egy pár potiont. Nagyitól. Szevasz, Muter. Nagy Muter.
Hát attól félek, hogy még bajba is keveredhetünk. Meg egy, mondjuk egy 5 pokilabdát, azt miért ne? Hát. Nincs még great ballunk. Nem fontos. Ha majd valamit el kell kapni, akkor ez is jó. Ja, itt van fönn a izé. Poké Center. Tehát egy olyan Pokémon kell kiválasztanunk, aki meg tudja tanulni a Flash-t. Természetesen a játék nem fog neked segíteni, nem fogja megmondani, hogy milyen Pokémon tudja megtanulni a Flash-t. Úgyhogy én ezt most fejből nyomom. Run David akar a barátom lenni. Szervusz! Örülök neki, hogy a barátom lettél. Szóval fejből nyomom, és én azt gondolom, hogy Venomoth lesz a mi barátunk. És megtanítom neki a Flash-t. Kíváncsiak, hogy meg fogja tudni tanulni? Úgy gondolom, hogy meg fogja. Szervusz, ide raklak jobb oldalra. Kérlek most egy picit hadd figyeljek másra. Itt vannak a TM-ek, és nekünk a HM Flash kell. HM ugye Hidden Move-ot jelent, Hidden Machine-t jelent, bocsánat. Nézzük, Venomot meg tudja tanulni. Meg tudja tanulni, és legyen mondjuk a... Quiver Dance? Mi a Quiver Dance? Nem mint, hogyha nagyon érdekelne. Így van, ez jó lesz. Oké. Okay. Ez csak egy ilyen status move. Megtanulta tehát Venomothunk a HM Flash-t, amivel mit fogunk tudni csinálni? Na, mit fogunk tudni csinálni szerintetek? Kivilágítsuk a barlangot. Tényleg, nem vicceltem. Menjünk is föl, keressük meg azt a barlangot. Nyilván, hogyha arra gondoltok, hogy bementek egy barlangba, akkor egy fáklyával világítanátok meg, vagy egy zseblámpával, most már nem ugye nyilván okostelefonnal. De ebben a játékban nem. Arra nem tudunk átmenni. Ebben a játékban Pokémonnal kell megvilágítani a barlangot. No para. No para, uram! Benne leszel a kövi adásban. Azt a véletlen, ezt a kukaszot nem írni akartam. Vagy nem akartam írni. Meg kell tanulni beszélni, egészségetekre. Ugye ez a harag jele, nem? Hogyha írtak egy 2 pontos kukacot, az azt jelenti, hogy mérgesek vagytok. Remélem nem érti félre, kolléga. Ne érts félre, léci. Na szóval, menjünk felfelé, amint kiérünk innen. Umbreon-t benyomom, ez tök jó, hogy egyébként egyes gombot menjünk, hogy le lehet tenni, látjátok így a tálcára, és már hasítunk is felfelé. És emlékezetből úgy gondolom, hogy itt lesz, és jobbra tudunk elmenni majd. Látjátok? Mint a karikacsapás, olyan könnyű. Fú, Pikniker Alisa. Van nekünk itt életünk? Van. Akkor támadjuk be, Pikniker Alisának valószínűleg Nidorinája, vagy valami ilyesmi lesz. Ezek a Piknikerek, ezek imádják a Nidoránokat. Úgyhogy berakjuk Drowsit, és nézzük, hogy mi fog történni. Egy jó kis Pokémon csata. Tudja, hogy megszereztem a Thunder Badge-et, ott is méreg Pokémon, tehát nagyon jól fog jönni. Ugye megtanultuk a Psybeam-et, ami azt jelenti, hogy végig tudunk söpörni minden Poison Pokémonon. Látjátok? Semmi élete nem maradt. Így van. Söprünk. Sweepelünk, srácok. Lit. Na szóval Bellsprout, ő is Poison. Ő is meghal. Szia Bellsprout. Ne haragudj. Jöhet egy Weepinbell. Ott is, még egy ott is. 18-as. Szerintem itt feljutunk lassan Hypnóig. Annyira azért sokat nem fog fejlődni, de már 26-os Drowsy. Jó egyébként Drowsy. Nagyon jó. Abszolút nem egy kudarc Pokémon. Szerintem fejl egy Kadabrával. Azt mondom, hogy szerintem fejl egy Kadabrával. Így második Bellsprout. És nyomunk még egy Psybeam-et. Így van. Nem kaptunk túl sok XP-t, de bőven jó van. Nem kaptunk annyit, mint mondjuk a Digletekért. De szerintem így is elcsörgettük. Ó, gyerekek, át akar alakulni Drowsy. Én 26-os szinten át akar alakulni, én 32-re emlékeztem valamiért. Most az a kérdés, hogy Drowsy milyen mozdulatokat fog tudni megtanulni, és ezeket meg kell néznem, úgyhogy egy pillanat türelmet. Hát igazából azt látom, hogy totál random tanulta meg idáig is a move-okat a Drowsing, ami azt jelenti, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a Pokémon Revolution Online-ban milyen sorrendben kapja meg majd a move-okat, milyen sorrendben tud tanulni. Úgyhogy igazából szerintem nyomjuk, nem? Abszolút. Lesz egy hipnónk, lesz egy ilyen kis
jojós tapírunk, ami rohadt király. Úgyhogy srácok, 26-os, a legalacsonyabb szintű Pokémonunk, ja nem, van egy Golbat, a 24-es, Hypnonk van. Hipnotizáló Hypnonk, és van egy Dreamiter támadás, ami azt jelenti, hogy neki a hipnózis kéne megtanulnia, altatnia kell, és zabálni a lelkeket. Ugye... Ja, itt egy hiker, és elfelejtettem. Ugye, hogyha szereznénk egy vízi Pokémont, akkor már nagyjából teljes is lenne a csapat, ezért kellett volna. Sokan mondhatjátok, hogy miért nem választottad izét, költült a játék elén. Úúú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 
Boom! Ennyi volt. Fighting Pokémonja volt ennek a hikernek. És mi a második? Onix. Onix. Jó, hát ez nem lesz olyan egyszerű, mint az előző volt. De talán mégis. Nézzük meg. Valamennyit le fog venni. Több mint a feléletét. Nagyon jó, nagyon jó. Wow, te jó ég. Nem szabad elfelejteni, hogy ugye sokkal jobb Hypnónak a specialetek és a special defense-e. Drowsynak szerintem körülbelül olyan 330-320 pontja lehet base-etekja. Úristen, 5400 XP-t kaptunk. És Hypnónak nem tudom, meg kell majd néznem, de szerintem neki jóval jobb. Természetesen nem gondolom azt, kaptunk egy Max Potion közben a játékt ajándékba, köszi játék. Tehát nem gondolom azt, hogy Hypnót a végtelenség fogjuk tudni húzni, de egyelőre nekem tökéletesen megfelel. Újabb battle Kemper Chris-szel, jó bekempel egyébként itt a karácsonyfa mögött, vagy mi az fenyőfa mögött. Abszolút, a testét nem láttam, a nevét nyilván láttam. Itt egy Growlite. Hát egy vidám headbutt-tal köszöntjük ezt a Growlite-ot. Fejeljük meg izomból, nem ájult el sajnos. Firefanget viszont használt ellenünk. Totál random srácok, hogy ezek a Pokémonok mit használnak ebben a verzióban. Ez egy olyan hack, nem lehet kiszámolni. Nem léptünk szintet? Nem léptünk szintet. Van még egy Charmander ennek a Hypnónak. Lehet, hogy a Psymeme hatásosabb lesz, mivel az egy special attack eset tudta kinyírni. Hát nyilván ez... Wow, Dragon Rage. Meg kell tanulnunk a Psychic-et. Psychic-kel viszont írtani fogjuk az ellenfeleket. Amint megtanuljuk a Psychic-et, Hypnót nem fogja túlélni kb. Szinte senki. Maximum egy Pinsir vagy egy Scyther tudja majd kinyírni. Tehát így csuklóból, de egyébként minden más Pokémon meg fog vele szenvedni. Most nyilván nem egy Mewtwo-ról beszélek, de nagyon jó kis Pokémon, Hypno. Erős, mint az állat, mert sokáig, nagyon sokat bír. Nézzük meg, hogy Golbat-et tudjuk-e szintezni. Rengeteg itt a tréner, azt nézem. Kemper Drew! Na gyere, Drew! Ezen a részen túl kéne jutnunk, és akkor tudjuk csak a negyedik jelvény felé utunkat övezni. Egy Rattata, és ennek a trénernek még lesz egy pár Pokémonja. Használjuk az Aircutter-t először. Sucker Punch, passzus. Egy viszonylag erős normál támadás. Wow, láttátok ezt? Egyből ledúszol a Totán. Senshu. Hasonlóképpen Aircutter-t fog használni. Ami nem rossz. De nem is annyira jó. Itt a Swift, látjátok a Swiftet. Megcsinálták az animációját. Pont a Swiftnek érdekes, mert az egyik szerintem leggázabb Pokémon mozdulat a Swift. Sose értettem, hogy azt hiszem, hogy a Mistynek a Starmie mindig nyomta. Pedig ez a Starmie egy rohadt erős Pokémon volt. Ekans, ugye. Mind a ketten méreg Pokémonunk vagyunk, tehát valószínűleg nem fog tudni sok mindent csinálni, nem? Úgyhogy Aircutter. Változás a kedvéért. És amit látjátok, viszonylag jó sebez. Kaptunk egy Screech-et, nem fog sokat ütni rajtunk. És Wingetekkel befejezzük szerintem ezt az egészet. De ugye még van egy Pokémonja. Vajon mi lesz az? Még egy Senshu-t kapunk. 19-es Senshu. Szintet léptünk, király. Ugye az nagyon fontos, hogyha Crobatet akartok nevelni, hogy nem szabad meghalni hagyni Crobatet. Vagy a Golbatet. Nem szabad meghalni hagyni, mert akkor lemegy a happiness-e. És úgy gondolja, hogy mi nem vagyunk elég jó barátai ahhoz, hogy nekünk átalakuljon. És a másik dolog, ami nagyon fontos, hogy nem szabad neki adni semmiféle gyógyszert. Mesterséges gyógyszert. Tehát Berriket adhattok neki. Lehet, hogy biogyógyszert nem szabad? Ne adjatok neki semmit. Az egyik, hogy teljesen naturban neveljétek. És én sem fogok neki adni semmit. És
és legyen első csapatban, és sokat kell vele sétálni. Imádja a sétálást, imádja. Úgyhogy, hogyha az megvan, akkor egy pár szintemből szerintem már gyakorlatilag 30-as szinteknél át fog alkotni Krobetté, aki szétcincel mindent. Tényleg ligának legalább a felét ki lehet csapni Krobettel. Nagyon durván gyors. Annyira gyors, hogy szinte mindig ő támad először. Itt egy Whittle, hát ez a viccből lesz egy ilyen... lesöpörjük a vállunkról. Így van. 20-as Whittle. De gondoljátok bele, ki az állat, aki 20-as hitig felviszi a Whittle-ét és nem fejleszti. Venonat Poison Bug. Szerintem ő is egyből meg fog kurdelni. Így van. Jól satszoltunk. 4000 XP. Az XP-k azok csak így röpködnek, srácok, jobbra-balra. Okay, alright. És van itt egy Ash Ketchum. Srácok. Ash Ketchummal találkozunk másodszor a játékban. Hát én egy picit parázom. Mit szálltak hozzá, hogyha gyors töltenék és visszasétálnék ide? Legyen ez, oké? Okay? Szóval srácok, itt vagyok. Kicsit megigazítom itt a búrámat, és nézzük, hogy Ash Ketchum mit fog hozni. Hát én Golbat-et berakom első helyre. Reméljük, hogy nem Pikachu-val indít, de mi, hogyha Pikachu-val indít? Itt van mellette Pikachu. Onix nagyon durva. Oké. Okay. Legyen az, hogy Onix. Na, nézzük. Gyere, Ash! Ó, emlékszem rád. Csatáztam el a Viridian erdőben. Így van. Lenyomtalak, öcsém. Oké. Okay. Akkor nem Pikachu-val kezdtél. Ezt a problémát... Ó! Oh, és nem harcol, hanem? Ez miért van? Nincs meg a katunk. Srácok, teljesen... ez elég antiklimatikus volt. Meg tudja velem azt tanulni a katot? Nem. Oh boy. Buckcatcher Brandnek várnia kell. Hát ez szomorú. Ez szomorú, nem erre számítottam. Hiker Ellen. Szia Ellen. Gyere! Majd egy következő részben valószínűleg Ashen is ki fogunk tudni állni még egyszer, de hát annyira csirke volt, hogy elszaladt előlünk, úgyhogy... mi gondolsz el Umbreon? Hm? Szerinted is béna Ash, hogy elfutott előlünk? Nem akar reagálni rá, mindegy. Semmi baj, lehet, hogy majd aki megnyeri ezt a nyereményjátékot, annál Umbreon egy kicsit beszédesebb lesz. Mindenesetre Geoduddal kell megküzdenünk. Azt mondja, hogy Flyingot nem nagyon jó lenne használni, nézzük a bájt mennyit ér. Feljátét le kéne vennie. Á, nagyon nem jó. De flinchelt, oké. Okay. Nézzük akkor az Aircutter-t, most már semmit nem tudok, úgyhogy nézzük az Aircutter lehet többet levesz. Viszonylag többet levesz. Majdnem kétszer annyit vett le. Smackdown, kőtámadás, uff. Ugye félig Flyingok vagyunk, úgyhogy erre vigyázni kell. Nem szabad hagyni, hogy Golbat meghalljon. Flycutter, Aircutter, bocsánat. Yes! Geodude eltűnt. Ki a második? Onix. Elnézést. Nem szeretek káromkodni, és nem is kell. Mert egy lényegtelen és fölösleges dolog. Annyira kéne egy vízpoki, hogy el nem tudom mondani. Természetesen kénytelenek vagyunk most választani valami mást. Hypno. Legyen mondjuk Hypno. Oké. Okay. Gyroból. Rendben. Semmit nem ér. Onix ugye lassú nagyon. Ez a baj vele főleg. Wow, láttatok az a Psybeam mekkorát sebzett? Gyroból miért ezt nyomod, Onix? Ez nem sokat sebez. Egy steel támadás egyébként. Még egy Gyroból. Oké. Okay. Headbutt ugye normál muszó, alig vesz le Onix-ot, de gondoltam, hogy elég lesz, de hát nem volt. De most már viszont. Kimult. Golbat kapott XP-t. Hypno is kapott XP-t. Megnyertük a csatát. Oké. Okay. Azt mondom, srácok, hogy amondó vagyok, hogy átértük a következő helyre, következő részre, és mielőtt bemegyünk a barlangba, el fogom vágni a képet, és egy következő részben fogunk találkozni, mert itt egy csomó minden fog történni, és ez valószínűleg sok ideig fog tartani. Úgyhogy ha megbocsátatok, akkor én valószínűleg ezt az epizódot megvágom nektek inkább, mint hogy várni kelljen nektek még egy csomó időt. De amint itt látjátok, itt van egy csomó szélmalom, úgyhogy ez nem tudom milyen átvezetés lett volna. Tehát arra kérlek titeket, hogy vigyázzatok magatokra,
Ez egy fontos dolog, illetve, hogy védjétek a ceteket, valamint holnap találkozunk 4 órakor délután Facebookon. Aki nem nézi a Facebookot, azután csekkolja a YouTube-ot is. Mert oda is fel fogok tölteni egy videót, benne lesz a szavazás. És a nyereménysorsolás is. Szavazás az egy bizonyos dologról lesz, amit még egyelőre nem árultam el. Nagyon fontos, hogy Facebookon, hogyha fenn vagytok, akkor írni kell majd egy csomó mindenről, amiket meg akarok szavaztatni. A csatorna jövővel kapcsolatos érdekes dolgokról, úgyhogy ott találkozunk, ne majd le róla. Vigyázzatok magatokra és védjetek a teteket. Pacsi!